leszek, igazságos szolga leszek. Ha én lennék az elnök, azt tekinteném a legfőbb feladatomnak, hogy Magyarországon az emberi jogok mindenki számára maradéktalanul érvényesüljenek. Nem csak bizonyos csoportok számára, nem kicsit, nem néha, hanem mindenkinek, mindig, mert ez lenne az alap. Ha azt látnám, hogy a mindenkori rendszer ezt akadályozza, akkor ebben a folyamatban én nem egy fogaskerék akarnék lenni, hanem egy nagyon erős gát. Nem azért, mert attól félnék, hogy más országok hogyan ítélnek meg minket, hanem mert ez lenne a feladatom. Gyöngyöspata erre egy nagyon jó példa. A gyöngyöspatai helyzetet vizsgáló bizottság nem azzal a céllal jött létre, hogy kiderüljön, hogy ott mi történt, hanem hogy ennek milyen híre ment. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt nevetséges, másrészt viszont emberi jogi szempontból egyszerűen felháborító. Az, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák, az nem duma kéne, hogy legyen Magyarországon, hanem a valóság, mert ez kéne, hogy legyen a nemzeti minimum. Nem akar majd olyan ember, ki nem szólni soha nem, palotám, kapuját kinyitnám.